ez itt a Dopeman vs. Delta Force 4. Megígértem, hogy végig videózok. Az elmúlt pár napban eltűntem. Ez azért volt, mert teljes motivációvesztés volt ilyen videókészítésre. Tehát euh, elsősorban nem az állapotom volt annyira gáz, attól függetlenül tudtam, hogy bármit, egyszerűen nem bírtam rávenni magam, hogy megnyomjam a gombot. Tehát azt nézhettétek volna, ahogy lelőtőzként ülök, és <laughs> meditálok, és nézek magam elé, hogy szoci van a futrinkába. Ma van először olyan állapotban a halmazom, hogy rá tudtam nyomni egy rec gombra, hogy most egy kicsit beszéljek nektek arról, hogy mi van, mi újság. Hát ugye a 8. 9. napnál úgy láttam jónak, hogy kérelmezem én is ezt a Favipiravir Piravir nevezetű tablettát. Nem vagyok szégyelős, én bizony beszettem, hugomnak is kértük, ő is beszette. Mi vagyunk ketten oltatlanok, hárman oltottak, egyébként mindazőten ugyanazon a traumán mentünk nagyjából át, ugyanazon a módon. Azt kell, hogy mondjam, hogy az én esetemben szinte azonnal enyhülést hozott a tabletta, és azóta folyamatos javulást mutat az állapotom. Ma már egészen embernek érzem magam. Már tegnap is embernek éreztem ma. Az esték voltak gázabbak, akkor jöttek ezek a köhögő rohamok. De egyébként nem volt viselhetetlen. Hát Sokan kérdezik, hogy milyen ez, meg osszák az észt, hogy olyan, mint az influenza, meg emilyen, amolyan. Hát én nem tudom, gyerekek, ki lehet bírni, végig lehet csinálni. Nagyon fontos a mentális tényező, szerintem ez nálam nagyon erős. De egy biztos, hogy semmi közel semmilyen betegséghez, amit eddig tapasztaltam, teljesen másféleképpen működik. Tehát éreztem, hogy folyamatosan az egész tíznapos együtt töltött időnk alatt folyamatosan kereste rajtam azokat a pontokat, ahol lehet engem bántani. <laughs> hát igyekeztem őt simogatni, szeretgetni nyugtatni, hogy én nem haragszom rá. Megértem az életben maradási szándékait. Úgyhogy ebben maradtunk. Esténként nagyobb erőkkel támadt, de ami nálam továbbra is elsősorban volt ez a teljes, hát nem olyan gyengeség, mint amiről beszélnek, tehát amikor nem bírnak átfordulni egyik oldalra a másikra, nem olyan gyengeség, kóvágó fej, stb. meg esténként ezek a köhögések. Ezek úgy tudtak jönni keményen, és van egy olyan érzésed, hogy így folyamatosan esz, megpróbál enni valaki, vagy valami. Úgyhogy ez. Mindenféleképpen más, mint amit eddig tapasztaltam. Végig csináltam becsülettel, remélem már kifele jövök belőle, hugom is. Egy biztos, ezt azért nem vállalnám fel három havonta egyszer. Szóval ez nem az a betegség, amit az, szívesen úgy három havonta egyszer ezt a tíz napot végig csinál, utána három hét rehabilitációval. Akire nagyon büszke vagyok, az a hugom. A hugom egyszerűen óriási. Hősként végig csinálja. Amint gondolkoztunk pont az, hogy ő talán az is csinálja ügyesebben végig, mint a legtöbb ember, mert ő nem a félelmekkel küzd, hanem a betegséggel. És én is ezt így tattam ki magamból, tehát én nem a félelmekkel szembe vettem föl a kontaktot, hanem a betegséget próbáltam megoldani. Tehát nem azt, amit én oda fantáziáltam, mert a húgomnak ugye fogyatékosságokból adódóan erre nem volt lehetősége. Ő nem hallgatja a tévét, nem hallgatja a számokat, nem nézi a statisztikákat. Tehát ő a problémával van elfoglalva, és a problémára kereste a megoldást, és keresi. És bízom benne, hogy most már ő is kifelé lábal, hát lekopogom, de nagyon büszke vagyok rá, nagyon erős. Így ketten úgy néz ki, hogy megvétük az oltatlanok becsületét a családon belül. humorizáltam, nem kell megsértődni egyből is. Berágni. Valaki írta egy kommentben nekem, hogy ideje lenne meg a kulpát gyakorolni. Mármint, hogy exkuzálni magamat. Csak azt nem tudom, hogy miért. Tehát nekem aztán nincs miért me a kulpát gyakorolnom. Ez ügybe. Sose tagadtam, hogy van betegség. nem mondtam, hogy nem okozhat problémát, és mindig kihangsúlyoztam, hogy lehet, hogy engem is. Ennél százszor keményebben is elintézhet. Tehát én sosem mondtam, hogy ilyen nincs. Hozzáteszem, ez, ami nálam volt, ez elvileg az enyhe lefolyású Covid. Finom. De látjátok, jó kedvet nem vesztettem, azért nem is jöttem eddig, mert nem akartam ilyen bágyat, meg búval baszottnak tűnő videókat felrakni, mert nem ez a cél. Tehát ami nagyon fontos, hogyha benne vagytok ebbe a dologba, a mentális állapot az nagyon fontos, azt nagyon tartsátok egybe. Erősen ne foglalkozzatok azzal, hogy mik a hírek, mérjétek a vérnyomást, figyeljétek az oxigén szintet a szervezetbe, próbáljatok meg teljesen így lemenni, ilyen alfába, szinte a létezésnek arra a szintjére süllyedni, hogy a szervezetetek a védekezéssel lehessen elfoglalva, mert amíg féltek, a félelem is elveszi a energiát a védekezéstől. Nagyon keveset egyetek. Ezt magamon észrevettem. Volt olyan, hogy kajásabb lettem, bekajáltam, azonnal jött a támadás. Tehát érdemes koplálni, marha jót tesz. Na most látom, hogy közben itt megy a harc, itt az oltásokkal, meg gyógyszerekkel, meg minden mással gyerekek, továbbra is azt tudom mondani, nem oltás ellenes, oltasson, aki szeretne, nyugodtan, ha ez megnyugvást ad neki, látom ezeket a nyilatkozatokat is, hogy Ausztriába kötelezővé teszik, Csomán küldtek nekem ilyen videókat, meg hogy mi a véleményem, hogy micsoda fasizmus van, hogy az oltást kötelezővé teszik Ausztriába, meg itt is miket nyilatkoznak, hogy aki nem oltatja be magát, az meghal. Hát van egy jó írem, az is meg fog halni, aki beoltatja magát. Tehát mindenki meg fog halni. Ezek ilyen kommunikációs trükkök, Ausztriába, hogy bevezetik a kötelező oltást, fel tudja, van ennek pozitív, negatív olvasata is, így legalább az állam fölvállalja a felelősséget azért, amit mond. Tehát innentől számon kérhető lesz, ugye azt mondják, ha mindenkit be fognak oltani, nem lesz ötödik meg hatodik hullám, itt is ez a duma, ha megkapjátok az oltásokat, akkor nem lesz további hullám. Nagyon egyszerűen számon kérhető, erre kell emlékezni majd. Hogyha nem lesz következő hullám, akkor igazat mondtak, működött. Amennyiben egy darab hullám lesz azután, akkor mindannyian tudjuk, hogy mennyit ért megint a kommunikáció, erre kell emlékezni. Semmi probléma a többivel. Vállalni kell az államnak a garanciát erre az oltásra, amit kötelezővé tesznek, arra garanciát kell vállalni, ha bármiféle károsodás éri az embereket, vagy megbetegszenek a koronavírusba, vagy belehalnak oltottként, akkor utána ezután lehet kárpotlásért fordulni a családtagoknak az állam felé. Ilyen egyszerű. Persze nyilván érdemes lenne akkor a tesztelést is az oltás előtt ingyenesé és kötelezővé tenni, hiszen tudjuk azt, hogy ráoltani például egy ilyen friss fertőzése, vagy olyan mennyiségű antitesse nem túl nagy okosság, tehát még mindig nem tiszták az információk, nem tiszták az adatok, nem tudjuk, hogy mi van, és ők se nagyon tudják, szerintem, az én véleményem különben az ezzel a nagy oltási kampánya kapcsolatban, hogy gyerekek, itt elkezdődött a tömeges átfertőzésünk. Csak ezt nem mondják meg, meg nem is mondhatják ki, mert az emberek többsége fölháborodna, aztán neki rontana a világnak, de szerintem ez folyik tulajdonképpen. Tehát ez a nagy oltási kampány, ez arról szól, hogy most szépen átmegy a fertőzés mindenkin. És akkor bíznak abban, hogy az oltásoknak az ilyen mértékű felvétel az emberek egy nagyobb százalékát megvédi a komolyabb betegségektől, illetve a nagy számú a halálozástól. De valljuk be, hogy ez az oltás, tehát ez nem oltás ellenesség, nem oltás szeptikusság nem kormány ellenesség, nem ellenzék ellenesség. Amit az ellenzék beszél ebbe a dologba, az is egy ilyen megfoghatatlan valami. Tehát teljesen mindegy. Így gyerekek, ez a betegség, ha elkap és betalál, akkor ledarál. Ez van, ha be vagy oltva, ha nem vagy beoltva, ha olyan állapotú vagy, akkor ez szétbasz. Ilyen. Megtapasztaltam, megnéztem, hogy mi van lehet, hogy vannak olyanok páran, jó páran, kiknek hatékonyabb az oltás, az is embere válogatja. Tehát ez nem az az oltás, még nem az a gyógyszer, nem az a működési szint, amikor mondjuk vesze a algópirin, és akkor tíz embernek fáj a feje, és akkor izé, kilenc és félnek elmúlik a fejfájása. Hanem ez egy mondjuk, hogyha az algópirin ellen, hogy tíz embernek fáj a feje, és akkor beveszi az algópirint, és négynek elmúlik a fejfájása, kettőnek, azoknak, mit tudom én, úgy fájdogál, és akkor maradék négy, meg így úgy fáj a fej, hogy leszakad. Tehát ez, ez nagyjából így működik ez az oltás, még én mondhatnak akármit, nálunk a családba. Mindenki be volt oltva. Ugyanazon mentek keresztül nagyjából, mint én. Ugyanazon zongorázták le. Rengeteg helyen látott, hogy mi van. Tehát nem, nem, fogalmaznak okosan, nem mondanak jó információkat. Tehát mondom, értem, hogy mire megy ki. Én szerintem az, hogy át akarják fertőzni az egész populációt, és aztán utána majd lesz valami. Ez a mindenki beoltja magát, nem lesz ötödik hullám című dolog. Hát az a szerencséjük egyébként, hogy senki nem emlékszik arra se, hogy ki mit mondott tegnap. Tehát itt már annyi hülyeség elhangzott ezzel kapcsolatban, ami oly módon, nem bántok senkit, meg nem haragszom senkire sem, mert most mit csináljon különben irányítani kell valamilyen módon a országot, irányítani kell a történéseket, gazdaságot, stb. Egybe kell tartani ezt a hordát, érted, hogy ne essen szét. Tehát valamit csinálni kell. Hozzáteszem, még mindig messze mi vagyunk a legszabadabb ország egész Európában. Tehát nézvén ezeket a nagy nyugat-európai demokráciákat, gyerekek. Hát eleve hagyjatok ma. Tehát ez Ausztria, meg ezekkel kell odarohanni, hogy fú, micsoda demokrácia van. Sehol semmi. Nagy zsarnokság az egész. Tehát lehet látni, hogy azért valamilyen módon próbálnak másképpen eljárni, de hát, ezek a nemzetközi dolgok, akik rajta tartják, ezek a cégek, meg ezek a lobbik a kezüket, itt különböző kormányokon, itt is éreztetik a hatásukat keményen. De valamilyen módon azért ezeknek a kormányoknak föl kéne venni a kesztyűt, és egy kicsit rá kéne pirítani ezekre a gyógyszercégekre, hogy ne basszák már meg. Szóval az az igazság, hogy meg kéne nekik mondani, hogy gyerekek, ha csináltok valamit, akkor vállaljátok érte a felelősséget. Vállaljátok a felelősséget. Én egyébként megmondom a frankót, az egész gyógyszeripart úgy beterrorizálnám a világ kormányaitól. Tehát én, én az egészet terrorba vágnám. Én úgy államosítanám, ez teljesen transzparenség kéne tenni. És tudod kiengedni ezeknek ezeket a kísérletezgetéseket, hogy kísérletezzék ki az ilyen hülye idiót a betegségeket? Ez, ne, én ezt sem engedném. De igazából kiengedi, mi engedjük, mi csináljuk, mi a saját, mi a tudatunk. Tehát a mi kollektíven erre élvezünk, értitek? Hogy van mi nézgulni. Úgyhogy nem tudok szélsőséges álláspontot fölvenni. valamilyen módon tud segíteni az oltás, azt látom. Tehát a lefolyásban édesapámnál azért ott nagyon sok társított betegség van, meghalmozott cucc, tehát lehet, hogy neki nagyon komoly problémát okozott volna, ha oltás nélkül elkapja. De neki is kellett, még Favi is, oltás mellé is. Tehát Kimondják, se tudja. Ki mondják, fél évig jó, utána nem, négy hónapig jó. Ezt is meg kéne határozni. Tehát ez a baj, hogy állandó fázis késés van. Mert azt kéne mondani, ami van. Négy hónapig jó, négy hónapig jó. Három hónapig jó, három hónapig. Adasd be az ismétlés. De milyen ismétlés? Elvileg hat az egyik verzióra, a másikra már nem nagyon kemény gyerekek. Szóval mindegy, az Isten szóljon belőlük, ne legyen, mit tudom 5. ötödik vagy hatodik hullám, hogyha majd kötelezővé teszik Ausztriába, csak vigyázni kell, az emberek emlékezni fognak. Nem tudom, mennyit ér a pénz, de szerintem ennyit nem. Fene tudja. Na mindegy, szépen megkaptuk ezt a betegséget, jó rán keresztették. Fasz a gyerekek ezek. Ezért mondom, nem érdemes a Pandora szelencéjét nyitogatni. Tehát a tudomány az a pokol kavarása különben. Ahány problémát megold, tízszer akkor a problémákat csinál helyette. Ahány géppel, programmal kényelmesíti az életünket, annál nagyobb károkat okoz olyan pontokon, ahol aztán tízszeres energiával csapódnak vissza majd azok a következmények, amik karmikusan megnehezítik majd az emberiségnek a sorsát. Úgyhogy ez van, nincs tragédia, mert magunknak csináljuk a saját magunk lustasága, torkossága irítsége, birtokolni akarása, ragaszkodása, ezeket tapasztaljuk teljes mértékben. De ezek az elvek, ideák is látom, küldözgetik nekem ezeket a új világrend lépési funkciókat, gyerekek. Én értem, hogy most már mindenki konteókba él, de gyerekek, a konteó az attól konteó, hogy képzelődsz róla. Tehát ugye senki nem gondolja komolyan, hogy az új világrendet, a végrehajtásáról a tervet, az körlevélben mindenkinek odaadják. Hogy így olvasgassák a világrendi lépésfunkciókat. Tehát ez nem így működik. Végbe viszik, és véghez viszik, amit akarnak, az kész. Mindig is véghez vitték, hogyha akarták. Semmi új nem történik egyébként, csak a jelmeze új a dolognak és hát ebbe kell most megtalálnunk magunkat, megmaradni magunknak, és a legtöbb rajtunk múlik, hogy a félelmünket ne hagyjuk elszabadulni. És egy, amit nagyon fontos, és nagyon üzenek, és ördögi kommunikációnak tartok, és ezt nagyon nem helyeslem. Teljesen mindegy, hogy oltott, oltatlan, ez az egymás utálása, címkézése. Tehát ezt nagyon mellőzni kell emberek. Mert az az igazság, hogy nem lehettek egymás bírái, nem lehettek egymásnak fölött isteni hatalommal bíró és parancsoló figurák, nincs jogotok más fölött megszabni, hogy mi van. Tehát az az igazság, hogy egy kötelezővé tétel, Például az azért működik úgy, hogy a kötelezővététel úgy tud működni, hogy az állam fölvállalja a garanciákat, fölvállalja a felelősséget a kötelezővétételért. Nem véletlenül nem vállalják fel sehol. És ha Ausztriában ezt úgy teszik kötelezővé, hogy nem vállalnak mellé megfelelő garanciákat, az az ottani társadalomnak a totális gyökérségét mutatja, hogy ezt így hagyja átmenni. Mert hogyha ilyen garanciák mellett valamit kötelezővé tesznek, azt elfogadja az ember. Azt mondja, oké, rendben. A másik fél is beletette azt, amit bele kellett. De amíg ilyen nincs, és nem véletlen nincs egyébként, addig nincs joga senkinek a másik fölött pálcát törni, és minden eszme, minden elv, minden gondolat, minden filozófia, onnantól, hogy fogságba tart, ugyanolyan átok, mint bármi más. Legyen az a kereszténység, buddhizmus, hinduizmus, kabala, tök mindegy. Demokrácia, liberalizmus, tök mindegy. Onnantól kezdve, hogy maga az ideológia, vagy a filozófia, vagy az eszme irányít a megfigyelés és tapasztalás helyett, és a tények megismerése helyett, onnantól kezdve nem ér semmit az egész. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ne egymást utáljátok, segítsétek egymást, vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb, amit tehettek egyébként és ha már belekerültetek, akkor próbáljátok azokat a szempontokat szem előtt tartani, amiket elmondtam. Életmentő lehet a számotokra. Úgyhogy ennyi, amit így nagyjából el akartam mondani, ez a demokrácia, meg jogállam, ezt meghagyjuk, mert ez kb. olyan, mint gyerekkoromban a török méz. Tehát ilyen nézted mindig ott az édességárusoknál, hogy jaj, de jó, milyen szép, milyen finom, aztán mikor megetted, se olyan jó nem volt az íze, beleragadt a fogadba, kilukadt tőle, meg minden. Tehát ez, ez a demokrácia, ez most nyilvánvalóan megmutatja magát, hogy sehol nincs a világban, abban a formában, hogy ezt az emberek gondolják, és ez azért van így, mert az emberek alkalmatlanok a gyakorlására. Tehát nem azért nincs, mert nem lehetne. Csak az az igazság, hogy ahhoz, hogy igazi demokráciában élhessen egy ember, ahhoz szabad embernek kell lennie. A szabad ember az pedig egyenes háttal jár a világba, vállalja a felelősséget, és nem retteg mert érti a világnak a történéseit. Mert most is csak annyi történt, hogy sajnos a lé mindig a pénz, pénz visz mindent, most ez egy nagyon nagy pénz dolog ez. És igazából nem számít az egészsége az embereknek, nem számít, hogy ki hal meg, meg kimarad életbe. Kódok vagyunk és számok, megírtam már, telepcsicskál című lemezen a, az gangster című számba. Lényegtelen, hogy ki hal meg, meg ki nem, senkit nem érdekel. Úgyhogy a televe az is, hogy ahogy itt mennek a dolgok, gyerekek, nagyon kemény. Ez az egészségügy is, ez, nem rossz mondom, de... Érhetné szó a ház elejét, gazdagon. Majd egy külön podcastet megér. Na jó van. Itt voltam, vagyok, leszek, maradok. Úgyhogy no para, maradjatok erősek. És ma jelentkezem. Tutti avanti. Ciao, Ciumicà.